Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Városházán. Gratulálok mindenkinek az olimpián elért eredményéhez. Dr. Dézsi Csaba András a Városháza dísztermében fogadta a tokiói olimpia győri résztvevői sportolókat, edzőiket és sportvezetőiket. Győr polgármestere kiemelte, büszkék voltunk a győri sportolókra, izgultunk értük és szurkoltunk nekik. A győzelem az rendkívül sok munkát igényel, munkanélkül nincs eredmény, véletlenül nem lehet olimpiát nyerni, véletlenül nem lehet olimpián helyezést elérni, és véletlenül nem lehet kijutni az olimpiára. Ez az olimpia különleges volt, ahogy az egész időszak különleges volt, hiszen a felkészülési időszakban a Covid járvány az nem csak a sportolási lehetőségeket korlátozta, hanem az embereknek az életét, a gondolkodását, a lehetőségeit nyomorította meg. És egy ilyen időszakban különösen fontos az, hogy az emberek, akik az olimpiára készültek, a sportolók, nem csak fizikailag tudták magukat olyan állapotba hozni, hogy versenyképesek, győzelemképesek legyenek, hanem szellemileg is, mentálisan is. Az e-sportnak nem csak az éremszerzés a lényege, hanem ezekkel az eredményekkel példát lehet mutatni az újabb generációknak. Példát kell mutatni, az, hogy neki is sikerült, ő is meg tudja csinálni, kézzel fogható, látható az az ember, aki eljutott odáig, ahonnan, ahova egy gyerek csak álmodja, hogy eljuthat, és valósággá válhat. Ez mindig nagyon fontos, ezt hívják, hogy példamutatás. És hát nyilván a sportoló először az eredményeivel tud példát mutatni, és utána pedig azzal, hogy függetlenül attól, hogy milyen eredményeket ért el, attól függetlenül tovább folytatja a munkát, amikor vége a versenynek, és újabb eredményeket tűz ki, és az emberi mi voltával, az emberi példamutatásával ad legtöbbet a felnövekvő generációknak. A polgármester a sportolók eredményessége mellett kitért az edzők, sportvezetők munkájára is. Köszönöm szépen azoknak a klubvezetőknek, akik kiálltak a sportolók mellett, kiálltak a sportolók mögött, hittek bennük, és segítették a munkájukat. És így együtt vagyunk mi győriek, és a győri szívvel tudjuk hozni azokat az eredményeket, amit sok mindenki más az élet más területén produkál. Ezért vagyunk különlegesek, mert abban a helyzetben, amikor nehéz, akkor is tudunk dolgozni, mert Győr azért nagy, mert a siker az a munkára épült. Elsőként a kézilabdás lányok, majd az úszók, kajakkenusok és az edzők, sportvezetők vehették át az elismerő oklevelet.